A KSI is mindsepen eső versenyzője Szalontai Sándor új magyar csúcsot hajtott a 200 méteres repülő időfutamban a Bécsi Grand Prix Vienna kerékpáros versenyen. A sokszoros magyar bajnok sportoló saját rekordját döntötte meg. Egy joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lehet a következő cél Szalontai Sándor a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt Gratulálok! Köszönöm Ez nagy szépen. Dolog. Én azt hiszem, hogy ezért sok olyan műfaj van, ugye, ahol az ember nem csak az idővel, hanem saját magával is harcol, és egy bizonyos idő után, ha valaki ilyen magas szintre jut, hogy ő a rekordár, akkor tulajdonképpen alig maradnak már konkurensek, akkor, akkor saját maga lesz a mérce, ugye? Hát igen, hát főleg itthon, ugye nincs kivel úgy edzek, már uh -huh. mint van, csak olyan komoly ellenfél nincsen, és így magamtól kell igazából gyorsulnom, meg fejbe a dolgokat. Uh -huh. Ez mennyivel nehezíti meg egyébként vagy az ember dolgát, mint mintha hát, húsvér ellenfelek vannak, akikkel lehet harcolni? Nagyon. Szóval, uh -huh. amikor egyedül edzek, vagy akár párba is, és mondjuk már lehagytam a másikat uh -huh. edzésen, akkor mindig az van, hogy gyorsabban, gyorsabban egyedül. És <síns> akkor mit lát az ember maga előtt, a pergőmásod, másodperceket, vagy akkor akkor hát, múlta, mit vízionál? <síns> valamikor olyan érzés van, hogy sosincs vége. Uh -huh. Úgyhogy igazán nehéz dolog lehet Igen. valóban. E, picit segíts nekünk abban eligazodni, hogy hogy, hogy zajlik mondjuk a te edzésmunkád, a mindennapi életed, mert azért ez egy, ugye az ember az időeredményeket látja, de ez egy rendkívül összetett sport. Igen. Hát felkerek reggel, kb. 8 órakor lemegyek a konditorembe, uh -huh. erőfejlesztés mindig, mindig ugye az állóképességi munkát megelőzi az erőfejlesztés, uh -huh. Az mit jelent? Milyen specifikus izomcsoportokat kell akkor elképzelni? Hát, zomb, hát, gugolás, így uh -huh. össze röviden tömören. <laughs> hogy összeve, képzeljük akkor... ezt el? Mert én emlékszem még, amikor az ember így gyerek itt az első sportolvasi vizsgálatokra ment, és akkor kértek tőle először 20 guggolást, akkor utána megyek ja. a púzusát, aztán hát nyilván. Hát, nem hát nem ez, ez kábül úgy, hogy bemelegítek olyan 3-4 csoportba, uh -huh. olyan 50 googleással, uh -huh. így szabad, szabadon a saját testűmmel. Aztán felrakom a, a olyan 60 kilót, és akkor úgy megyek felfelé. Uh -huh. Meddig? Körülbelül mégis. <gül> <gül> Ez mindig az erőállapotom, meg uh -huh. a, hogy mit akarok fejleszteni, de kb. 140 kilóig. Ugye, amit az ember ott felpakol izomban a saját combjára, tulajdonképpen egy ezekben használható és átültethető a kerékpáron, Át... vagy akkor azért ezeket formálni kell még? Igen, ezeket formálni kell uh -huh. még elég elég sokat, főleg a kerékpárom, mert ugye az, az a mozgás, amivel majd fogok versenyezni. Uh -huh. Tehát akkor tulajdonképpen az mondjuk így az előszobája a következő fontos fejezetnek. Először meg kell teremteni ugye azt az izom tömeget, amit aztán az ember a cél szolgálatába állít, ha jól értem. Igen, 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 uh -huh. igen. Maga a kondicionális képzés az, az, a, az a kerékpáron valósítható meg, vagy azért van, van erre is külön gyakorlat? Hát uh, a kerékpár, főleg a kerékpárom, főleg. Uh -huh. Lát lehet így még szagdálgatni, meg ilyen gyorsító mozdulatot. Futásnak nem nagyon van értelme. Nem, nem. Azt nem, az egy egészen másfajta. Nem, igen. Aha. Mi a helyzet a táplálkozással, és mi a helyzet azzal, hogy az ember egyébként a szervezetét amúgy is abba az állapotba hozza, hogy mondjuk ilyen rekordokra legyen képes, mint te? Hát az én dolgom, amit szoktam csinálni, hogy... Sokat eszek. Igen? <laughs> Leginkább, mert én ilyen szálkás típus vagyok, Aha. és hogyha nem de eszek... Mázli ez, úr is. Nem eszek, vagy nem iszok, akkor mindig ezzel szoktak viccelni az edző társaim, hogy semmi már megint leszáradtál <laughs> <laughs> hát meg. Mintem... szerintem így kedve mondják, mi itt néhányan nők biztosan, tehát mi azért azt gondolnám, hogy mi bárcsak elérhetnénk erre. Yeah állapotra, de nem, tehát akkor ez egy hozott adottság. Igen, igen, igen. És ez egy jó dolog, hogy az embernek ebben a tekintetben nem kell figyelnie, hanem a hanem tényleg... Hát jó, meg... jó dolog, mert így nincs ilyen, hogy most ne egyek ezt, ne egyek csak itt vagy meghízok, uh -huh. vagy valami, úgyhogy... Uh -huh. beszélünk akkor egy picit most már a, a jelen célokról, ugye most így arról beszélünk, hogy tulajdonképpen az ember a saját rekordját javítgatja bizonyos szempontból, azt is említettük, hogy azért konkurensek, hazai konkurensek nélkül nagyon nehéz. Úgy egyébként az edzés munka hogyan épül fel, mennyi, mennyi van ebből itthon, mi a helyzet a téli szezonban van ebben, külföldi edzőtáborozás, hogyan, hogyan hát, eddig sajnos nem volt, nagyon fontos lenne a meleg égői edzőtábor, de hát az itthoni felkészülés az igazából abból áll, hogy reggel megyek konditerem, délután görgő vagy, de kimegyek, bár olyan hideg van már, Ez hogy... Hogy micsoda az a görgő, bocsánat? Hogy a a görgő? Uh -huh. Hát amin a kerékpárosok szoktak edzeni. Uh -huh. Az elő van egy ilyen görgő... És akkor azon belül... Hátul kettő, a, a hátsó kettőbe beszorul a hátsó kerék, nem, nem beszorul, hanem megtartja, és így az a szabad görgő technikai. Uh -huh és azon arról le lehet esni, uh -huh. normál ember nem is tud rajta. Tehát akkor ez nem olyan, mint egy szobabéciglina, úgy képzeljük. Nem, el. <laughs> nem olyan, de van olyan fajta is. Aha, aha, értem, és tehát én. akkor végülis a mozgásnak a, a gyakorlása az ebben a tekintetben. Igen, igen, uh -huh. hát meg ott sokat lehet rajta technikázni. Uh -huh. Beszéljünk akkor a, a következő esztendőbeli tervekről, illetve nem tudom, hogy van-e még idén valami fontosabb verseny? Hát idén sajnos már nincs. Ezek szerint akkor versenyzőtípus vagy, hogy szeretsz versenyedni, ja, az igen, vagyok, igen. sajnos. Hogy néz ki akkor a 2012. szezon? Mit lesznek ott a csúcsesemények? Hát mindenféleképpen, ami idén is volt Németország, Kottbusz, uh -huh. az egy nagyon jó kis verseny volt. Uh -huh. Hát az Elbék. Az Eger Obajnak kifutamok? Igen, igen, uh -huh. igen, igen. igen. Elbék, hát a korosztályos, uh -huh. meg a felnőtt. Uh -huh. Mióta kitűzött cél? Hát most már nyolcban lenni. Ez hát nagyon komoly dolog. Vagy, Mert ez, az egy bicóba sprinten uh -huh. Nyolcba, az, <coughs> az, nem olyan. Nem olyan kis feladat, ez kifejezetten nagy feladat. Uh -huh. Igen, azért azt hiszem, hogy azért azokra számára is, akik kevésbé ismerik, ezt a sportágat, mert azért ez egy ilyen behatároló cél, mondjuk egy ilyen Európa, Európa bajnoki futamban a legjobb nyolc között lenni, az egy nagyon komoly cél lehet. Ezt követően van -e még valami, ami a jövő évet színesíti? Hát Mindenféleképpen a 1000 méteres magyar csúcsot megjavítani. Ez mondjuk nem az én specialitásom, de. Nem is te vagy a csúcstartó ott az a Nem, ott nem, nem. Azért ez még kemény. Akkor azt magaslaton menték. Értem, tehát akkor ebben a tekintetben... Hát egy kicsit könnyebb, de, de. Még nem tartok ott, hogy azt meg. Tehát akkor vagyok viszont vagyok egy, van egy kijelölt cél, amit azért jó Igen. lenne ezek szerint zsákba tenni a jövőben mindenképpen. Hát nagyon bízom benne, hogy ez sikerülni fog, és örülnék neki, hogyha ezeknek az új rekordoknak a most már teljesítéséről is tudnánk beszélgetni majd a következő Igen. alkalommal. Köszönöm szépen, és gratulálok a legutóbbiakhoz. Köszönöm szépen.